Köszöntöm nézőinket, heti aktuális programajánlónkat látják. Az 5-10 közösségi és kulturális színtér fenntartója, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT rajzpályázatot hirdet 3-11 éves korú gyermekek számára az ENSZ Családok Nemzetközi Napja alkalmából az Én Apukám címmel. Készíts egy képet apukádról a munkahelyén, otthon, nyaraláskor, családi körben vagy játék közben. Vagy készíts illusztrációt Halász Judit Apa figyelj rám című lemezének valamelyik számára. A dalok hallgatása közben csukd be a szemed, majd fogj egy ecsetet, ceruzát, zsírkrétát, és jelenítsd meg, hogy mit láttál magad előtt. Rajzold meg a dalok szereplőit, környezetét, hangulatát, de ha a kedved úgy hozza, alkoss arról, ami a dalok címéről eszedbe jut. Beküldési határidő április 26-a. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást kérhető a 061-690-0995-ös telefonszámon, illetve a sebellady@5-10.hu e-mail címen. Előadások címmel 4 előadásból álló ismeretterjesztő programsorozat indult az 5-10 közösségi és kulturális színtérben. A program harmadik előadójaként április 15-én dr. Zaher Gábor fejti ki a varázsgombáktól a kémiai terrorizmusig a toxikológia 10 000 éves kultúrtörténete témakörét. Végül, de nem utolsó sorban, május 6-án dr. Vekerdi Tamás érzelmi biztonság, mit kellene tudnunk a gyermekeinkről és magunkról című előadására kerül sor. A programmal kapcsolatban bővebb tájékoztatást kaphatnak a www.5-10.hu weboldalon. Az Országgyűlés 2012. július 6-án fogadta el a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében az Erzsébet programról szóló törvényt. A törvény szerint a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány többek között szociális üdültetéssel és étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat lát el. A program célja továbbá, hogy jelentősen csökkentse azon gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, illetve a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége. Tavaly 2 milliárd forint induló összeggel hirdette meg első pályázatait a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. A programnak köszönhetően közel 3 milliárd forint értékben több mint 100 000 ember jutott üdülési lehetőséghez. Idén az új pályázatok indulási keretösszege 2,5 milliárd forint, amiből 1,1 milliárd forint értékben szociális üdülési pályázatokat, 1,4 milliárd forint értékben pedig gyermekek táboroztatását, kirándulását támogatja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. A gyermekek táborozására, kirándulására elnyerhető támogatás szociális helyzettől függően legkevesebb 1000 forint önerőbe fizetésével vehető igénybe, de a legmagasabb önrész összege sem haladja meg a 10 000 forintot. Szociális üdülésre pályázhatnak többek között a nagycsaládosok, a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élők, valamint a közmunkaprogramban résztvevők. A pályázatok kizárólag a www.erzsébetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújthatok be. Nagyon fontos az adatok pontos és hibátlan kitöltése, a pályázatok ugyanis automatikusak, ami azt jelenti, hogy aki a keretösszeg kimerüléséig megfelel a feltételeknek, sikeres pályázóvá válik. 2013-ban is folytatódik a tekergő túra a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat szervezésében. A csoport célja, hogy tartalmas, változatos élményekben gazdag szórakozási lehetőséget nyújtson. A kirándulásokat azoknak ajánljuk, akik szeretnek kirándulni, új helyszínekkel ismerkedni, közösségben emberek között lenni, barátságokat, ismerettségeket kötni. A programon korosztálytól függetlenül minden 6. kerületi lakos részt vehet. Jelentkezni lehet a Terézvárosi Családsegítő Szolgálatnál a Hegedű utca 7 szám alatt. Márciusban is számos kiváló előadással várja nézőit a Túrai Ida Színház. A részletes program megtalálható a www.túraidaszínház.hu weboldalon. A 2009. évtől kezdődően első alkalommal 3 év hatályossági idővel kiállított európai egészségbiztosítási kártyák a 2013. évben lejárnak. A lejárt okmányok cseréjével összefüggésben a nyári hónapokban jelentős ügyfélforgalom növekedés várható. Az ügyintézés gyorsítása, a várakozási idők csökkentése érdekében egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervünk megkezdte a 2013. évben még hatályos okmányok lejárati idő előtti cseréjét.
Az érvényességi idő lejártát megelőző európai egészségbiztosítási kártya cserét személyes ügyintézés keretében lehet kezdeményezni szakigazgatási szervünk valamennyi ügyfélszolgálatán. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a még hatályban lévő kártya cseréjére kizárólag annak egyidejű leadása mellett kerülhet sor. A már lejárt kártyák pótlására vonatkozó igények postai és elektronikus úton is eljuttathatók az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv részére. Előzetes időpontfoglalásra a www.oep.hu weboldalon található időpontfoglalórendszer alkalmazásával biztosítanak lehetőséget az ügyfelek számára. Köszönöm figyelmüket, programajánlóval legközelebb egy hét múlva várom Önöket, viszontlátásra!